Egy ilyen Honda azért teljesen más kávéház, mint egy olyan űrhajó, amivel te rendelkeztél. Megbirkózol-e a feladatta? Nagyon remélem, hogy igen, tegnap dadogott egy kicsit a motor mind a két gyorsan, többször ledadogott, kiderült, hogy a benzin az volt az igazi. Oké, engedjük el. Igen, szerintem is. De itt az, hogy a hajtáslánc ugye csak elő van, első kerekes, tehát azért ezt máshogy kell kezelni. Igen, mondták is, hogy a másik irányba közelítsem a kanyarokat. Igen, lehet-e tudni arról valamit, hogy végül is azok az autók elkerültek, eladásra kerültek? Igen, eladásra kerültek egy osztrák úrhoz, aztán utána az Antal Pistihez kerültek, ugye most Rallycrossba megy az új építésű, amivel sajnos egy kilométert sem mentem, pedig igen, az igen. volt a terv. Hát sajnos a derekam az egy kicsit már más. Hát gerincsér? Hát szerintem kezdődő. Amikorunkban már benne van ez sajnos. Meg a rallycross autókrossz, ez nem hiszem, hogy menni fog meg. Viszont én azt gondolom, hogy ez egy jó opció, élvezzétek, mosolyogjatok. Azért jöttünk, remélem széles mosolyal jövünk le most a két gyorsra. Ez a legfontosabb, Ádám, örülök, hogy találkoztunk. Én is. Köszönjük az együttműködést. Barátságban, cimboraság. Neki köszönheti nagyon sok versenyző, hogy volt Dömcsödön autókrossz verseny.